A munkaügyi statisztikák szerint 288 ezer fiatalt érintene a legújabb kormányzati terv a 25 évesnél fiatalabb munkavállalókat majdan megillető személyi jövedelemadó mentesség. A statisztika szerint nagyjából 30 ezeren dolgoznak a 15 és 19 éves korosztályban, és 258 ezer 20-24 év közötti alkalmazottat tartanak nyilván. A keresheti adatok szerint a 25 évnél fiatalabbak bruttó átlag fizetése 300 ezer forint körül alakul, amiből kiszámítható, hogy a tervbe vett SZIA mentesség átlagosan havi 45 ezer forintot jelenthetne az érintetteknek, ennyi maradna a zsebükben. Ugyanezen számokból kalkulálható ki az, hogy az államnak évente 155 milliárd forintos kiadást jelentene az intézkedés. Az utóbbi összeg elkölthető pénzként jelenne meg a gazdaságban, vagyis a kormányzati intézkedés növelheti a fogyasztást. Az SZIA mentesség tisztíthatná a foglalkoztatást, a fiatalokat kevésbé alkalmaznák feketén. Az is elképzelhető, hogy az adómentesség miatt többen döntenének úgy, hogy hamarabb állnak munkába, ahogy a diák szövetkezetek helyzete is megváltozna. A szövetkezetekben dolgozó diákok bére már most is mentesül a járulékfizetés és a munkáltatói közterhek alól. Ha a személyi jövedelemadót sem kellene megfizetni, akkor semmilyen közteher nem jönne szóba ennél az alkalmazási módszernél. A miniszterelnök egy hete jelentette be. 2022. január 1-től azok a fiatalok, akik még nem töltötték be a 25. életévüket, személyi jövedelemadó mentességet kapnak. Orbán Viktor akkor úgy vélekedett, a gazdasági kilábaláshoz a nyugdíjasok, a családok és a vállalkozások mellett a fiataloknak is anyagi segítséget kell adni.